Demos székházában beszélgetünk dr. Halák László Aranytól díjas újságíróval, akit nagy szeretettel köszöntünk. Hogy látja a mai ifjúság helyzetét, ezen belül is kifejezetten a roma fiatalok sorsát, jövőképét, lehetőségeit, perspektíváit? Nekem az az érzésem, hogy itt elsősorban az a probléma, hogy hogyan látjuk mi, nem cigányok, a cigányok helyzetét. Vagy fel kellene vállalni azt, hogy mi cigányok vagyunk, és ennek minden értékét, minden hátülütőjét, minden hátrányát vállaljuk, és akkor lehetne valamit kezdeni, de az, hogy sem azt nem akarjuk, hogy mi ne legyünk cigányok, sem azt nem akarjuk, hogy mi cigányok legyünk, ez így nem megy. Márpedig jelenleg ez a helyzet, hogy valóságban cigányok, de nem akarják azt, hogy ők cigányok legyenek. Mert az előítélet az mindenféleképpen szerepet játszik benne. Tehát hiába akarok én másmilyen lenni, hogyha valamilyen szerepbe belekényszerítenek. Akár olyan vagyok, akár nem vagyok olyan. Egy hazug világot építettünk fel, és ennek a hazug világnak csak egy része ez, amit itt a cigányokról elmondtam. Az a nagyon szép gondolat, amit az amerikai lelkész mondott, hogy van egy álmom. Ez a van egy álmom, ez nekem is van egy álmom. És ez az lenne, hogy két oldalról közelítenénk, hogy ne csak az egyik oldalról én, mint egy jó szándékú nem cigány közeledni szeretnék, hanem a cigány is közeledjen hozzám. Csináltam én egyszer egy filmet, amelyik arról szólt, hogy Szeged mellett volt egy cigánytelep, és ez a cigánytelep a putri telep. És a putri telepet felszámolták, és beköltöztették őket a külön erre a célra épített házakba. Ezek az erre a célra épített házak egyszobásak voltak, rendesen padlós, meg minden, de egyszobás. És hogyha oda bement 10-13 ember, akkor egy pillanat alatt putri lett. A víz az kim volt az udvaron, körülbelül egy 20 métert kellett a sárba caplatni, hogy vizet vigyenek be a lakásba. De aztán itt nem fogtok ám, mondták a helyi vezetők, disznót tartani. Hát akkor miből fogok élni, kérdezték a szerencsétlen cigányok. Mindegy, de itt nem fogtok putrisodni, hogy ott disznót tartotok. Tehát eleve rosszul fogtuk meg abban az időszakban. Jött az újabb rendszerváltozás, és a rendszerváltozás azzal a nyers valóság szemlélettel nem látok különbséget. Az egyik az látszólag humánusabb volt, mert hiszen munkát biztosított, és hogyha azt fokoztuk volna azzal, hogy észrevesszük, hogy ezek emberek, másmilyen emberek, másképpen kellene velük viselkedni, akkor mondjuk 20 év alatt már talán lehetett volna eredményt elérni velük. De hogy nem úgy viselkedünk velük, hogy ezek emberek, hanem azt mondjuk, hogy ezek cigányok, és úgyis olyanok, amilyenek, és jön hozzá a Jobbik azzal, hogy cigánybűnözés, tehát rálapátolnak egy csomó mindent arra, ami egyébként is megvan. Az a legrosszabb, hogyha úgy közeledünk, hogy de ti cigánybűnözők vagytok.